A járvány okozta korlátozások hozták az ötletet, hogy a karcagi általános iskola és AMI általános iskoláiban tagintézményi szinten rendezze meg a Kovács Tehetségpont a Sudoku párbajt. Az úgynevezett Sudoku párbaj, amit felsős gyerekeknek már lassan közel 10 éve szervezek. Ötödikesek ötödikesekkel versenyeznek, nyolcadikosok nyolcadikosokkal, tehát évfolyam szinten mérik össze a tudásukat, logikus gondolkodásukat. Amikor pár évvel ezelőtt ezt kitaláltam, akkor az motivált, hogy valami olyan játékos fejlesztést indítsunk, amivel lekötjük egy kicsit a gyerekeket, logikus gondolkodást, türelmet, kitartások, mindent lehet fejleszteni, és mivel én is nagy szudokus vagyok, évente több száz rejtvényt megfejtek, ezért jött az ötlet, hogy akkor legyen szudoku párbaj. Azért párbaj, mert végül is a selejtezések után ketten maradnak, és küzdenek egymás ellen. Természetesen az első szempont, hogy sikeres legyen a megoldás, a második pedig, hogy minél rövidebb idő alatt, és az nyer, aki mindkét feltételt tudja teljesíteni. A cél az volt, hogy hibátlanul és a legrövidebb idő alatt oldják meg a versenyzők a rejtvényt, ahol a gyorsaság is számít a jó megoldások mellett. A verseny háromfordulós, a döntőbe a legjobbak jutnak évfolyamonként. Mivel a Kovács Tehetségpont az egész karcagi általános iskola és alapfokú művészeti iskolának a tehetségpontja, ezért szoktam külön rendezvényeket például Kiskulcsosra is vinni. Kezdeti időszakban együtt méretkőztek meg a két általános iskolai tagintézmény diákjai. A pandémia hozta ezt a helyzetet, hogy tagintézményi szinten ne keverjük, ne fertőzzék egymást a gyerekek, de hogy azért csak mégis legyenek rendezvények, akkor döntöttem úgy, hogy jó, akkor lesz itt is egy, meg ott is egy. Úgyhogy szerdán hasonló megmérettetés lesz a kiskulcsosiaknak. A három forduló után az ötödik évfolyamon Sipos Balázs, hatodik évfolyamon Karlovics Olivér Bence, hetedik évfolyamon Gál Milán István, nyolcadik évfolyamon Csontos Márk lett az első.